Sziasztok! Flúdnit sütünk ma. A tepsi, amire a recept szól, az 23 centinek mondanám a szélességét, és olyan 38-nak a hosszúságát. Tehát ebbe fog készülni, és amit látok a tepsibe, az egy kis zsír, mangalica zsír, mert azzal fogom majd kikenni. És a recept szerinti 200 g zsírt pedig már ide készítettem a tálba, amiben össze fogom gyúrni a tésztát. Kell bele egy tojás, de mivel a tészta tetejére majd a legvégső fázisba a kenéshez is használok tojást, ezért ez gondolom, hogy olyan 1,5 tojás, ami bele fog kerülni, mert egy picit megtartok ahhoz, hogy a tetejét majd megkenjem. Azért nem a lisztre öntöm rá a tojást, és azért is verem föl egy picit, hogy na, ez elég lesz a kenéshez. Ide is készítem ecsettel együtt. Azért nem a lisztre öntöm rá a tojást, hogy ne szívja magába a liszt a tojást, hanem hogy rendesen elkeveredjen majd. Ezzel is meg vagyunk. Kimértem még 300 g rétes lisztet és 300 g sima lisztet, finom lisztet, BL55-öst. Ez kerül bele. Kell bele egy csipet só, és kell bele 3 evőkanál cukor, amit most nem mérek le mérlegen, hanem csak leszámolom. Összegyúrom a tésztát, ebben nincsen se élesztő, se sütőpor, az az egy tojás elég, és ez egy jó kis zsíros omlós tészta. Kell neki egy kicsi víz, hogy mennyi, azt majd meglátjuk. Mivel ennek a tésztának állnia kell legalább egy órát a konyhapulton, ugye ez egy rendes búzalisztből készült tészta, és ugye az állás közben, a pihentetés közben alakul ki a szerkezete igazából, ami aztán ugye a nyújtásnál is nagyon fontos, formázásnál, nyújtásnál, ezért ezzel kezdem a flódni készítést. Tehát megcsinálom a tésztát, és amíg pihen, addig a töltelékeket el tudom készíteni. Eléggé nehéz meghatározni azt, hogy mennyi vízre van szüksége ennek a tésztának, és a tacskó pedig nagyon szeretne egy kicsit segíteni, de nem nekem, hanem a nagykutyáknak a házőrzésben, hogy az ő nyivákolását tudjuk közben élvezni, amíg a képsorokat nézzük. Nyilván más a liszt minőségétől is függ, hogy mennyi víz kell hozzá, a éppen aktuális időjárástól, páratartalomtól is, de a célom az, hogy egy rugalmas, könnyen formázható tésztát kapjak, és azt hiszem, ez kezd is kialakulni. Nem kell igazából kidolgozni. Azt szeretném, ha homogén lenne, tehát rendesen elkeveredne minden mindennel, de szükségtelen különösebben gyúrni vagy dagasztani. Amikor összeáll, akkor letakarom egy konyharuhával a tál tetejét, hagyom állni legalább egy órát a konyhapulton, és mivel ez is az a bizonyos négy emeletes flódni lesz, dió, mák, alma és lekvár töltelékkel, ezért majd 5 cipóra fogom szétosztani, és úgy fogom nyújtani és formázni. Nyújtani és a tepsibe teríteni. Pihen a tészta, elkészítem a dió tölteléket. Itt van 300 g darál dió, 150 g cukor, elnézést, ide húzom. Ebben van vaníliás cukor is. Kap egy kicsi tejet. Én egyébként a bejgli tölteléket is így csinálom. Kap egy csipet sót. És ugye figyelek rá, hogy fokozatosan adagolom a tejet, mert ahogy elolvad a cukor, az higítja a tölteléket. Tehát inkább apránként, nem tudom elsőre eltalálni, de nem is kell.
Ami ebbe a töltelékbe még kerül, az egy narancs reszelt héja, ezt fogom bele reszelni, amikor már lezárom a lángot. És arra figyelek, hogy bio narancsot vegyek, tehát kezeletlen héjú narancsot, hogy minél kevesebb vegyszert fogyasszunk. Na már kezd egy kicsit sisteregni, nagyon picit adok még. Nagyon szeretem ezt az illatot, ami ilyenkor felszáll, mert kicsit elkezd kirulni a dió, és valószínűleg az állagát is megcsíptük. Kicsit még melegítem, vagy hát forrósítom. Azért csak a végén reszelem bele a narancshéjat, mert azt szeretném, hogyha a narancsnak az illóolajai azok a töltelékbe maradnának, tehát nem párolognának ki most a főzés közben. Igen, azt gondolom, hogy ezt könnyen szét tudjuk teríteni, és mégis egy szilárd réteget fog képezni a sütibe. Lezárom. Belereszelem a narancshéjat. Csodálatos karácsonyi illata lesz. Nagyon szerettem volna mindig elmondani a saját főzőműsoromba, és most végre itt az alkalom, hogy csak a sárgát reszeljük be, vagy csak, igen, jól mondtam, tehát a fehéret ne. Milyen jó, hogy egyszer ez az álmom is valóra vált, és egy felvételen végre én is elmondhatom. Csodálatos karácsonyi illatok szállnak, és persze figyelek, hogy ne vesszen kárba semmi, úgyhogy amikor ezzel a narancshéj reszeléssel kész vagyok, akkor nagyon gondosan lekapargatom hátulról is, meg még innen a fogak közül is. És most jó. Félreteszem hűlni ebbe a tányérba, és elkészítem a mágtöltelékét. 300 g mák, 150 g cukor, amiben vaníliás cukor is van. Ugye egy kis tej, egy csipet só, fokozatos higítás, hogy azt már oly sokat gyakoroltuk. Mert egyszer csak elkezd olvadni a cukor, aztán meglepődünk. Ennek is a végén fogom majd bele reszelni, amikor a lángot lezárom. Ebbe is a végén reszelem bele a narancshéjat. Igen, hallom, hogy kezd már sisteregni. De hát láthatóan ez még nagyon morzsás. Csak egy picit. Ez az a tej, tudjátok, az a finom házi tej, ami egy tejgazdaságból jön ide hozzánk. Mindenhez ezt használom, ami betej kell. Hát, talán még egy kicsit. Kevésbé érzékeny ez a töltelék, mint a beiglié, mert ugye ott föl kell majd tekernünk, és az nehezebb ott eltalálni, vagy több a hiba lehetőség. Itt meg ugye csak az a célunk, hogy el tudjuk teríteni, ne legyen nagyon száraz. De semmiképpen ne folyjon. Ez nagyon fontos. Egy icipicit kap még. Csodálatos illatok szállnak. A pirulómáknak is van egy nagyon finom karácsonyi illata. Én azt hiszem, hogy most fogom ezt jónak nyilvánítani. Igen. Mert azért már úgy összeáll, nem morzsálódik, és hát hígnak semmiképpen nem leveszek ki. Úgyhogy lezárom a lángot alatta, és jön a bionarancs. Pontosabban az ő héja.
És ez a híres takarékosság. Ne vesszen kárba semmi. Elkeverem. Fantasztikus illata van. Meg kell várni, míg kihűl, utána lehet csak tölteni, de én annak a híve vagyok, hogy legyen minden szoba hőmérsékletű. A tészta is, elnézést, ezt nem tudom megfogni. A tészta is legyen szoba hőmérsékletű, és a töltelékek is, és úgy kerüljenek be a forró sütőbe. Ez itt a pulton nagyjából fél, háromnegyed óra alatt kihűl. És a munka nagy részével megvagyunk, mert ugye én elárulom, hogy az almát már megreszeltem. Ez körülbelül 8 alma, de ez mindig az alma fajtájától is függ, lereszelve és kifacsarva. Tehát lesz mágtöltelék, aztán dió, aztán alma, és aztán a híres és nevezetes házi szilva lekvárunk, ami jó sűrűre lett főzve már nyáron. Innen folytatjuk. A tésztát elosztottam 5 egyenlő részre, ez egy órát pihent itt a kamerapulton, és a tepsi méretűre fogom kinyújtani. Már előre ide készített zsírral azért kikenem a tepsit, bár a tészta is jó zsíros, tehát valószínűleg nem is tapadna bele a tepsibe, de biztonság kedvéért. Rizslisztet használok a nyújtáshoz, ez nekem nagyon bevált, sokkal jobban kezelhető a tészta. Az első réteg tésztát kinyújtottam, elterítettem a tepsibe, erre teszem a diótölteléket. Én azért ezt a sorrendet választom, mert akkor a színek is egyeznek, jobban egyeznek. Ugye van egy barna, aztán a fekete a mák, aztán megint egy barna az alma, és megint egy fekete a szilva lekvár. Ezért ezt a sorrendet követem. A szépen eloszlatott diótöltelék tetejére kerül a második réteg tészta. Én egyébként a kezemmel dolgozom, tehát a tölteléket is sokkal ügyesebben és egyenletesebben el tudom osztani a kezemmel. Így. Erre terítem a mák tölteléket. A szépen eloszlatott és laposra egyengetett mák töltelékre terítem a harmadik tésztát. Erre kerül a kifacsart alma, de még előtte, mielőtt azt rátenném, egy picike zsemlemorzsát szórok rá. Házi zsemlemorzsa, tudjátok. Házi kenyér. Nem kell sok, de ha mégis nagyon sok lé maradt volna az almába, akkor biztos nem fog elláztatni a túlzottan eláztatni a alatta levő rétegeket. Ezt nehéz megmondani, hogy mennyi alma kell, ahogy már mondtam. Most lehet, hogy szerencsénk van, és ez ennél nem kell se több, se kevesebb. Mivel ez az alma most még így natur, és egy enyhén savanykás típus, ezért meg fogom szórni kristálycukorral, és persze fahéjjal, mert az is a karácsony
íze és a karácsony illata. Én az almás pitét is így szoktam sütni egyébként, nyers almából és ilyen utólag cukrozva és fahéjazva. Narancs, fahéj, dió, mák. Ez a karácsony. Kicsit lenyomkodom. Ugye, hogy ne levegőt süssünk, hanem egy szép, egységes sütit. Ennek a tetejére jön a jó sűrű szilvalekvár. Ez sikerült már nyáron ilyen jó sűrűre főzni. Tudjuk, hogy a szilvalekvár maga is gyógyszer. Ha csak abba belegondolunk, hogy milyen csodálatos sötét lila színe van, tudjátok a lila ételekről alkotott magasztos véleményemet. Együnk lilahagymát, áfonyát, szilvát, céklát, lilakáposztát és szilvalekvárt. Vagy azt mondtam már? Vagy csak a szilvát? Azért nem akarom, hogy domináljon, tehát nem azt akarom, hogy szilvalekvár ízű legyen a süti, de egy nagyon jól érzékelhető réteget szeretnék. Szilva lekvár rétegre pedig ráterítem az utolsó lapot, a fedőlapot. Kicsit eligazgatom. Nem baj, ha a széle nem olyan szép, mert azt én szeretem a legjobban. Ahogy ezt szokták mondani, rusztikus. Már látom a legfinomabb falatokat. Kicsit lenyomtuk egyébként menet közben, mert ugye ez egy ilyen jó kis sűrű réteges süti. Azért kenem meg először a tojással, és csak utána szurkálom meg, hogy ne folyjon be a lyukakon a tojás. Tehát ha először szurkálnám meg, és utána kenném be a tojással, akkor befolyna, és eldugaszolná. Pedig a lyukaknak az a rendeltetése, hogy a gőz azokon keresztül ki tudjon jönni. Na, hát a fél tojás, amit egyébként nagyon nehéz elérni, az végül is pontosan, tökéletesen beteríti a süti tetejét. Emlékeztek, másfél tojás van a tésztába, és ez a fél tojás, ez pedig a tetején. Azért ilyen gyönyörű sárga, hogy az önfényezést még tudjam egy kicsit fokozni, mert ezeket a mi pipikéink tojták. A villával, amit ide készítettem, megszurkálom a tetejét, pontosabban dehogy a tetejét, az egészet átszúrom. Tehát a keletkező gőz ezeken a lyukakon keresztül ki fog tudni jönni. Beteszem a sütőbe 180 fokra, körülbelül 45 percre, légkeverésre. Persze figyelem, hogy ne piruljon túl, ha azt kezdene nagyon pirulni a tetej, akkor letakarom egy fóliával és úgy sütöm tovább. Miután megsült, kiveszem és hagyom kihűlni. A legjobb másnap megvágni, de egyébként nagyon sokáig eláll, és minél több napos, annál finomabb. Mehet a sütőbe. Kivettük a flódnit a sütőből, ilyen gyönyörű aranypirosra sütöttük. Előmelegített sütőben sült 180 fokon 50 percig. Most még tűz forró, jó lenne már most megkóstolni, de ellent kell állni a kísértésnek, holnap fogjuk majd felvágni. Elkészült a flódnik, kihűlt, másnap van, felvágtuk, és nagyon finom. Jó étvágyat kívánunk, és boldog karácsonyt!